Hamarosan nagyszabású fejlesztések indulnak a városban. Ezeknek a támogatásáról december végén döntött a kormány. A sportcsarnokra és a versenyúszodára 15 milliárd forintot szavazott meg a kormány. Ez úgy alakul, hogy a úszoda az 6,2 milliárd, a sportcsarnok pedig 8,8 milliárd forintból valósulhat meg. Az előzetes látványtervek már elkészültek. A korszerű, fenntartható technológiájú versenyúszodát összekötik a jelenlegivel. Az új épületben egy 50 méteres nagy és egy 25 méteres tanmedence várja majd a versenyzőket, illetve a sportolni vágyókat. A szurkolókat pedig egy 700 fős lelátó. Hasonlóan impozáns lesz a Kanizsa Centrum melletti sport- és rendezvénycsarnok is, 3000 fős nézőterével, ami további 2000 férőhelyjel bővíthető nagyobb koncert vagy rendezvény esetén. Nem csak Nagy Kanizsa életében fontos ennek a két létesítménynek a megvalósítása. Cseresnyés Péter államtitkár országgyűlési képviselő szerint a város életében történelmi jelentőségű beruházások kezdődnek idén. Egy nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas csarnok, illetve versenyúszoda ugyanis régi álma volt a városnak. Talán Nagykanizsa az egyetlen olyan megyejugú város, ahol ez a kettő így együtt nem volt meg az országban. Úgyhogy a kormányzatnak köszönhetően, annak a Modern Városok programnak köszönhetően, amit miniszterelnök úr talált ki azért, hogy a megyei városokat is fejlesszék, hisz nagyon fontos részei a magyar társadalomnak a megyei jogú városokban élő emberek. Köszönhetően ennek a Modern Városok programjának megvalósulhat ez a két beruházás. A további tervezési, engedélyezési eljárásokat követően elkezdődnek a munkák a fejlesztési területeken. Az új létesítményeket várhatóan 2019 végén már birtokba is vehetik a kanizsaiak.